Ördög Nóra méltatlannak érezte, ahogy az RTL klubnál kezelték őt. Elmondása szerint állandó harcokat vívott a vezetőséggel, amikor pedig várandós lett, egyáltalán nem volt korrekt a csatorna részéről, ahogy vele bántak, írja a Blick a műsorvezetőnek a Péntek Esti Partizán című műsorban elhangzott interjújára hivatkozva. Ördög Nóra elárulta, hogy bár kezdetben valósággal repesett a boldogságtól, amikor aláírt az RTL-hez, később rá kellett jönnie, hogy sokkal kevesebb pénzt kap, mint az elvárható lett volna. Ez egy tök nagy pofon volt, hogy basszus, kidolgozom a lelkemet, és egyszer csak kiderült számomra, hogy van olyan kollégám, aki háromszor többet keres, mint én, mesélte a tévés, aki azt is elárulta, milyen lehetetlen helyzetbe került a csatornánál, amikor első gyermekével volt várandós. Már eléggé terhes voltam, tehát mondjuk 8 hónapos, dolgoztam, műsort vezettem, mindent csináltam, és egyszer csak letelefonáltak a pénzügyről, hogy Nóri, már réges-régen át kellett volna jelenteni, mert EGHOS munkavállaló vagy, tehát gyakorlatilag ahogy téged elküldenek gyesre, 50 ezer forintot fogsz kapni. És aztán volt olyan helyzet, hogy volt olyan férfi kollégám, aki egy teljes évig nem volt képernyőn, és pontosan tudtam, hogy kapja a fizetését, és akkor ez a pumpa még jobban fölment, vallotta be Ördög Nóra. Olvasd még Ördög Nóráról az NLC-en.